Ezek a lányok felfedeztek egy titkos szobát a menhelyükön, és megtudták, hogy kísérleti állatokként fogják őket használni. A pontos részleteket, hogy mire fogják őket felhasználni, a 16-os szint című film összefoglalójából fog kiderülni. A lányok menedékhelyének hosszú folyosóit látjuk, amelyek inkább egy börtönre hasonlítanak. Sok tizenéves lány él itt, köztük két barátnő, Vivian és Sophia. Egy hálószobában ülnek, és arról a boldog időkről álmodoznak, amikor majd örökbe fogadják őket. Kiderül, hogy egész életükben a menhelyen voltak, és soha nem jártak még kint a szólal meg. Számos egyforma hosszú fehér ruhás lány siet a folyosón lévő mosdókhoz. Ott egy kamera van felszerelve. Minden lánynak meg kell mosakodnia és megmutatni, hogy tiszta. Mindenkinek pontos sorrendben kell lesz tennie, és néhány másodperc alatt be kell fejeznie. Hirtelen Sofia a padlóra ejti a szappanos üveget. A probléma az, hogy rosszul lát, és nem találja meg. Sofia Vivien segítségét kéri. Vivien a segítségére siet, és felveszi az üveget. Emiatt néhány másodpercet késik a saját mosakodásának megkezdésével. Azonnal felvillan egy piros lámpa, és megszólal a riasztó. Minden lánya falfelé fordítja az arcát, mintha egy igazi börtönben raboskodna. Egy őrpár jelenik meg a folyosón, és a könnyező vivian a bejárathoz vonszolja. Könyörök Szofiának, hogy mondja el mindenkinek, hogy nem bűnös, de a barátnője csak áll, félve, hogy megmozdul. A többi lány is hallgat. Több év telik el. Látjuk, hogy Vivien felnőtt, és most már szigorúan betart minden szabályt, nem mutat érzelmeket. A csoportterápiás foglalkozásokra emlékeztető órákon a lányokat arra tanítják, hogy legyenek visszafogottak, türelmesek és jól neveltek. Mentoruk Miss Brixil megjelenik a lányok előtt. Elegáns nő, hosszú szőke hajjal. Örömteli híreket közöl velük. A lányokat előléptetik a 16. szintre. Ez az utolsó évük a menhelyen, és utána örökbe fogadják őket, és új családokhoz kerülnek. Vivian és néhány másik lány átköltözik az új részlegbe, a Rose Itt végre külön ágyuk lesz. Vivian újra találkozik egykori barátnőjével, Sofiával. Míg Sofia örül a viszontlátásnak, Vivian teljesen közömbösen néz rá, egyértelművé téve, hogy nem bocsátotta meg neki a szappanos incidenst. Reggeli után Sofia megtalálja Vivient a mosdóban, és ismét bocsánatot kér. Vivian azonban megragadja egykori barátnőjét, és követeli, hogy maradjon csendben, és ne fedje fel a múltjukat. Újabb hangjelzés hangzik el. Megjelenik Miss Brixill, és tájékoztatja a lányokat, hogy a szponzorok hamarosan ellátogatnak a menhelyre, és új lánygyerekeket választanak. Ez olyan fontos esemény, hogy a végzősök még ajándékot is kapnak. Fehér csipkeruhát, amelynek derekára a nevüket hímzik. Megtudjuk, hogy a lányok nem tudják elolvasni a saját nevüket, mert nem tanították meg őket olvasni. Szorgalmasan arra nevelték őket, hogy legyenek engedelmesek, dolgozzanak keményen, és ami a legfontosabb, vigyázzanak a bőrükre. De úgy tűnik, semmi mást nem tanítottak nekik. A menhelyen élő lányok boldogok és izgatottan várják, hogy találkozhassanak új szüleikkel. Egyedül Sofia tűnik nagyon nyugtalannak. Arra kéri Vivient, hogy ne vegye be a makapot vitaminokat, amiket naponta fogyasztanak. A lányok a kamera elé állnak és beveszik a kék kapszulákat. Vivien úgy dönt, hogy hallgat Szofiára, és nem nyeli le a kapszulát, hanem kiköpi a WC-be. Amint megszólal a hangjelzés, Vivien lefekszik az ágyára. Meglepődik, hogy a szobában lévő összes lány másodpercek alatt nagyon mély álomba merül. Hirtelen megjelenik Sofia, és megpróbálja elmondani Viviennek az igazságot a helyről. A lányok nyugtatókat kapnak, nem vitaminokat. Ezért nem ébrednek fel reggelig. Valaki léptei vízhangoznak a folyosón. Sofia elbújik, és megkéri Vivient, hogy tegyen úgy, mintha aludna. Miss Brickshill két örrel lép be a szobába. Több alvó lányra mutat, és a férfiak elviszik őket. Köztük van Vivien is, aki továbbra is úgy tesz, mintha aludna. A lányokat a szobába viszik. Vivien kinyitja a szemét, és körülnéz. Nem érti, hogy hova vitték őket, és miért. Megrémül, és újra lehunja a szemét. Egy idős házas pár lép be a szobába. Miss Brickshill leírja az alvó lányok gyönyörű bőrét. A nő bizonytalan, a férfi pedig követeli, hogy válasszon. A hölgy a második lányt, Oliviát választja, és megkéri a férjét, hogy fizessen ezért a szolgáltatásért. Ezután Vivient visszaviszik az ágyába. Elborzad. Kiderül, hogy a szponzorok nem örökbe fogadják, hanem megveszik őket, mint árut a piacon. A kérdés az, hogy mi lesz velük ezután. Sofia megjelenik, és arra buzdítja barátnőjét, hogy minél előbb szökjön meg a menhelyről. Elárulja, hogy a 13. szint óta kerüli a vitaminokat, és mindent tud arról, hogy mi történik itt éjszaka. A menhely nagyon veszélyes, de hová menekülhetnek? Mindig azt mondták nekik, hogy a kinti levegő mérgező és az életre alkalmatlan. Egy másik furcsa esemény is történik napközben. Találkoznak dr. Miróval. Gondosan megvizsgál minden lányt és Vivienre mosolyog, de a lány rájön, hogy itt senkiben sem lehet megbízni. Éjszaka, amikor a nyugtatók miatt már minden lány alszik, Vivian és Sofia megbeszélik szökési tervüket. Szükségük van egy belépő kártyára. Különben nem tudják elhagyni a lezárt területet. Sofia azt javasolja, hogy szóljanak a többi lánynak, de Vivian határozottan ellenzi ezt. Valaki könnyen elárulhatná őket, és akkor a tervük kudarcot vallana. A doktor Miróval való következő találkozáskor Vivian észreveszi, hogy a doktor másképp bánik vele, mint a többi lányjal. Úgy dönt, hogy ezt a maga javára fordítja, és gondosan megfigyeli, hogyan használja Dr. Miró a belépőjét. Közben a furcsa események folytatódnak. Az egyik lány hirtelen rohamot kap, és összeesik a földön. Vivian segít neki felállni, és elvezeti mosakodni. Úgy tűnik, ez a nemrég beadott oltás utóhatása. Az injekció helye begyulladt. A barátok érzik, hogy nagyon kevés idejük maradt, és cselekedniük kell. Dr. Miro következő vizsgálata során Vivien már nem tesz úgy, mintha kedves és engedelmes lenne. Sok kérdést tesz fel, és a férfi megdöbben a viselkedésén. Injekciót ad neki egy koncentrált vitaminoldattal. Egy idő után Sofia jön Vivienhez. Éjszaka az egyik őrtől szeretne belépőkártyát szerezni. A probléma az, hogy a férfi gyakran bekukucskál a lányok hálószobájába és megérinti őket. Sofia és Vivien olyan szenvedélyesen beszélgetnek a tervükről, hogy két másik lány is meghallja őket. Meglepődnek, hogy az engedelmes Vivien kimutatja engedetlenségét és dühét. Gyorsan a jelentő szobába sietnek, hogy értesítsék Miss Brexit. A menhely tulajdonos bezárja Vivient egy nagy ketrecbe és elmegy, hogy beszéljen Dr. Miróval. Kiderül, hogy egy párról van szó, és az egész vállalkozásuk illegális. A nő attól fél, hogy a rendőrség rájön mindenre. Legszívesebben állandóan altatásban tartaná a lányokat. Miró elmagyarázza, hogy egyrészt drága, másrészt káros az egészségükre és a bőrük állapotára. Éjszaka Sophia felkészül a szökésre. Kötelet készít az ágyneműből és megvárja az őrt. Amikor az belép a hálóhelységbe és megpróbál megérinteni egy másik lányt, Sophia hátulról rátámad és a nyakába akasztja a kötelet. Az őr azonban sokkal erősebb a törékeny lánynál és egyetlen ütéssel leteríti. Sophia megpróbál elmenekülni, de az őr utoléri. Egy újabb ütés után a földre zuhan és észrevesz a közelben egy vasalót. Megragadja, fejbevágja az őrt, aki elájul. Sofia megtalálja a férfi belépőkártyáját, felkapja és a ketrechez rohan, ahol a barátját tartják fogva. Sajnos nem sikerül időben kinyitni a ketrecet, mert megszólal a riasztó, és kénytelen menekülni. Sofia megígéri Viviennek, hogy visszajön, hogy megmentse. Egy idő után megjelenik Miss Brixill, és kihúzza Vivient a ketrecből. A lányok ismét összegyűlnek az egyik szobában. Miss Brixill, Dr. Miro és az egyik őr áll előttük. Szofiát azzal vádolják, hogy szörnyű tettet követett el, és ellopott egy nagyon fontos tárgyat, amit most senki sem talál. Amíg az ellopott tárgyat a lányok vissza nem adják, addig minden nap kegyetlenül megbüntetik egyiküket. Dr. Miro kiválasztja az első áldozatot, és az őr kivezeti a síró lányt a folyosóra. A fegyelem a menhelyen még szigorúbbá válik. Mostantól a lányok Brixil kisasszony felügyelete alatt szedik a tablettákat. A nő szigorúan figyeli Vivient és kényszeríti, hogy bevegye a vitaminokat, amelyek valójában nyugtatók. Tájékoztatja Vivient, hogy a szponzorok holnap elviszik őt. Vivien rájön, hogy nagyon kevés ideje maradt. Éjszaka úgy próbál ellenállni a nyugtató hatásának, hogy egy éles hajtővel szurkálja a karját. Szinte eszméletlen állapotban megtalálja Sofia belépőkártyáját az ágyában, és megpróbálja kinyitni a bejárati ajtót. Sajnos zárva van, mivel a kártya már ki van tiltva. Kétségbeesésében Vivian megnézi az ajtót, és úgy dönt, hogy a kártyát rögtönzött szerszámként használva eltávolítja a zsanérokat. Sikerül is neki. Az ajtót kinyitva Vivian kilép a folyosóra, és küszködve eljut az épület azon részébe, ahol a menhely vezetősége található. Ezzel egy időben Miss Brixil belép Dr. Miró irodájába, és átkutatja az íróasztalát, a közelben hagyva a kártyáját. Vivien belép az irodába és követeli, hogy a menhely tulajdonosa mondja el neki, hol van Szófia. A nő azt válaszolja, hogy bezárta Szófiát a pincébe és megpróbál nyugtatót beadni Viviennek. De a lány nem adja meg magát ilyen könnyen. Dulakodás alakul ki köztük. Viviennek sikerül kicsikarnia a nőtől a tartalmazó fecskendőt, és ő maga adja be Miss Brixielnek az injekciót. Vivien a kártyát felvéve közeledik a szabadságba vezető ajtóhoz. Úgy tűnik, Sofia nélkül is készen áll a szökésre. Vivien azonban mégis leereszkedik a pincébe, képtelen elárulni barátnőjét. Vivien megtalálja barátnőjét az egyik cellában és kiszabadítja. Sophia kezei meg vannak kötve, és Vivien keres valamit, amivel kioldhatja őket. A lányok egy föld alatti műtőben kötnek ki, ahol még borzalmasabb dolgokat fedeznek fel a börtönükről. Az asztalokon lezárt csomagok sorakoznak. A Riat Vivien kinyitja az egyiket, és meglátja benne Rita holtestét. Ez ugyanaz a lány, akit Dr. Miro parancsára az őrség büntetésből elvitt az arcán nincs bőr. Vivien és Sofia elborzatba veszik észre, hogy mindegyik zsákban egy-egy lány van, akit ismertek. És egyiküknek sincs arca. Látják a szegény lányok lábára szépen felkötött névtáblákat. Vivian a lehető leggyorsabban el akar menekülni, de Sofia meg akarja menteni a barátaikat. A két barátnő szikével felfegyverkezve felmegy a lépcsőn és a bejárati ajtóhoz közelít. Sophia megkéri Vivient, hogy várjon rá, és adjon neki egy esélyt, hogy kiavítsa a gyerekkorában elkövetett hibáját. Sophia a 16. emeletre megy, míg Vivien figyeli, ahogy egy őr kinyitja az ajtót egy olyan emeletre, ahol még sosem járt. A lány tudni akarja, hogy mi van ott. Valamiféle szoba a falon egy hatalmas képernyővel. Megérintve azt, Vivien elindít egy reklámvideót. Ebben Dr. Miró és Miss Brixil a Vestalis klinikán kínálja bőrfiatalító szolgáltatásait. Az egész nagyon egyszerű. Az ügyfélnek felajánlják a különböző gyönyörű arcokat, és ő kiválasztja azt, amelyiket szeretné. A donor lány folyamatosan szintetikus készítményeket kap, hogy a donor DNS-e és az ügyfélé teljesen megegyezzen. Ennek köszönhetően az új fiatal bőr könnyen, gyorsan és fájdalommentesen alkalmazkodik. Vivian a rémülettől és a kétségbeeséstől felsír. Ezzel egy időben Sofia elmondja a többi lánynak a szörnyű igazságot, de azok nem hajlandóak hinni neki. A menhely lakói már éppen hívnák az őröket, hogy vigyék vissza Sofiát a cellájába, de ekkor Vivian belép a szobába. Magával hozza Miss Brixilt, akinek a keze meg van kötve. Az injekció beadása után a nő nehezen uralkodik magán, és így gyorsan bevallja minden bűnét. Sőt, a lányok arcátültetés nyomait találják Miss Brixilen, és rájönnek, hogy ő is más bőrét használta. A lányok megértik, hogy egész idő alatt nem megmentették őket, vagy felkészítették őket jobb életre, hanem nevelték őket, mint a birkákat vagy a csirkéket, hogy eladják őket a bevőnek. A menhely lakói bezárják Brixil kisasszonyt egy cellába, és sietnek, hogy minél hamarabb elhagyják a helyet. Amikor azonban megpróbálják kinyitni a bejárati ajtót, megszólal a riasztó. A lányok szétszóródnak az udvaron a menekülés reményében. A fegyveres őrök üldözik őket. Az egyik őr megtámadja Vivient és Sofiát, de a barátnőknek sikerül kilökniük őt a magasból. A férfinak azonban sikerül megsebesíteni a Szofiát. A barátok egy kis szobába menekülnek és elbarikádozzák az ajtót. Az őrök nem lőnek, mivel a lányokra élve és sértetlen bőrrel van szükségük. Dr. Minú megérkezik tárgyalni. Azt állítja, hogy az összes lányt a szüleik adták el a menhelyre, és állítólag ő megmentette őket, normális életet adva nekik. A férfi alkutaján Viviennek. Segítenie kell visszavinni az összes lányt a menhelyre, köztük Sofiát is, cserébe pedig szabadságot ígér neki. Vivien nem hisz az orvosnak, és megkérdezi tőle, mennyit ér az arca. A férfi őszintén azt válaszolja, hogy 16 évet töltött az életéből vele, és ez felbecsülhetetlen értékű számára. Ekkor Vivien fog egy szikét és több vágást ejt a bőrén, hogy senki ne tudja használni. A lány sír a fájdalomtól és a dütől, az őrök pedig azonnal telefonálni kezdenek. Dr. Mirót magához hivatja a főnöke, és egy idő után egy lövés hallatszik. Úgy tűnik a főnök elintézte Dr. mirót. Reggel a fehér orosz mentőegységek betörik annak a szobának az ajtaját, ahol Vivian és Sofia rejtőzködik. A lányok kilépnek és látják, hogy esik az eső. Sírva, kézen fogva és életükben először néznek a napra. Milyen további összefoglalókat szeretnél még látni? Írd meg a javaslataidat és iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le semmiről. A Movie Macska csatornát nézted!